A múlt héten fejlesztettem egy kicsit a számítógépemen, vettem egy új processzort, vettem új ramokat, viszont rájöttem arra, hogy hatalmasat hibáztam. Hála néhány nagyon okos kommentelőmnek megtudtam azt, hogy mindent nagyon rosszul csináltam az egész gépfejlesztés során, és az egész gépem egy hulladék. De beszéljünk még egy kicsit az előző gépemről, ugye abban a processzor, amit lecseréltem, egy AMD Ryzen 7 3800X volt. Mint tőletek megtudtam, ez is egy nagyon-nagyon rossz processzor, mivel AMD nyilvánvalóan, ezért crashelt, ezért kaptam a kék halálokat, mert az AMD gyártotta, nem pedig az Intel. Nyilván mivel az új processzor is AMD, ezért jó már nem lehet. De hála nektek még azt is megtudtam, hogy ha már mindenképp AMD-t veszek, ugye mint tudjuk szar, akkor egy 5800X 3D-vel jobban jártam volna, mint az 5950X-el. Az 5800X 3D játékokban jobb FPS értékeket nyújt, az egy dolog, hogy kettőször kevesebb mag van benne, és az órajele is alacsonyabb, és azt is most tegyük félre, hogy én ezt a gépet nagyrészt nem játékra használom, de sokkal jobb lett volna az 5800X 3D, mert játékokban jobb, mint az 5950X. Az új RAM is borzalmas, ugyebár 3200 MHz-es, ez nagyon-nagyon kevés, minimum egy DDR5-ös RAM-ot kellett volna vennem, ami 6000 MHz-es. Egy dolog, hogy az alaplapon nem megy bele, de mindenképp azt kellett volna venni, mert ez a 3200 MHz nagyon lassú. Nem is tudom, hogy ezt hogy gondolhattam komolyan. Azt is nagyon sokan megmondtátok, hogy a Silentium PC Fero 5 dual-fenes hűtőm is szintén egy fos, ugyanis egyrészt nem vízhűtés, a vízhűtés sokkal-sokkal jobb minden egyes léghűtésnél. Nem is tudom azt, hogy hogyan rakhatok egy ilyen gyenge hűtőt egy ilyen erős processzorra, mert elviselhetetlenül magas hőmérsékleteket nyújt. Videórenderelés közben eléri a 60 fokot, sőt, stressztesztelés közben egészen 65-ig felugrott. Ez elképesztően magas, és ez a processzor szerintem pár héten belül tönkre is fog menni. Ilyen magas hőmérsékleteket nem lenne szabad produkálnia. Tényleg hatalmasat hibáztam az egész gépvásárlás során, és rátok kellett volna hallgatnom, mert mindent sokkal jobban tudtok, mint én. Arról pedig szerintem már ne is nagyon beszéljünk, hogy a videó, amit kiraktam múlt héten, abból kiderül, hogy én nem tudok processzort pasztázni. Mindenképpen milliméter pontosan rá kell festened a pasztával a monalizált a processzorra, különben nagyon-nagyon rossz lesz a hűtési teljesítmény, bár ugye a hűtőm alapból egy hulladék, szóval ez innen már mindegy. Ha csúnya a pasztád, akkor a szánalmas, az ugyebár lényegtelen, hogyha a hűtőt leszorítod a processzorra, akkor az egészet majdnem egyenletesen szétnyomja, de ez így nagyon rossz volt nyilván. Az alaplapot ugyebár azt nem fejlesztettem, ez maradt egy Aorus B5 50M Elite, viszont mint megtudtam, ez is egy nagyon-nagyon rossz alaplap ehhez a processzorhoz. A fő probléma az, hogy Gigabyte, mert hogyha egy Asus-t vettem volna, akkor nem is kellett volna processzort cserélnem, mert nem kaptam volna kék halálokat, nem fagyott volna a rendszer, sőt ezen az alaplapon még VRM hűtés sincsen, bár ez itt nem tudom, hogy micsoda, de azt mondtátok, hogy nincs rajta a VRM hűtés, és ez így borzasztó, és nagyon-nagyon melegszik rajta a VRM hűtés nélkül. Vettem még egy új SSD-t is, ez egy 2TB-os Kingston KC3000-es, ugye azzal a céllal szereztem ezt be, hogy videófájlokat tároljak rajta a videókészítéshez, de ez is borzasztóan rossz. Azt ugyebár tudjuk, hogy az M.2-es SSD-k nem arra vannak tervezve, hogy videófájlokat tároljunk rajtuk, ezért az SSD nekem nagyjából 1-2 éven belül tönkre fog menni, és inkább egy HDD-t kéne használnom, ami ugyan 50-szer lassabb, de legalább 10 évig működni fog. Ennél már jobb tényleg az lenne, hogyha floppy lemezeken tárolnám a videó nyersanyagokat, el is gondolkoztam azon, hogy beszerzek egy floppy olvasót a gépbe, és veszek majd floppy lemezeket, mert ez még jobban megbízható. És végül azt is elmondtátok nekem, hogy a tápegységemet azonnal cseréljem le, mert tűzveszélyes, fel fog robbanni, meg fogok halni, a gépen meg fog semmisülni, ugyebár ez egy Enjoy Woden 850 wattos tápegység. Bár teljesen stabilan működött eddig, 2 éve megvan, soha nem volt vele semmilyen probléma, ugyebár 80 plusz goldos, azonnal le kellene cserélnem, mert mint megmondtátok, ez túl olcsó volt ahhoz, hogy jó legyen. Arról nem is beszélve, hogy románok gyártották, tehát ez a tápegység nyilván borzalmasan rossz. Szóval most, hogy így megtudtam tőletek azt, hogy a számítógépem úgy, ahogy van, minden alkatrésze egy hulladék, elgondolkoztam azon, hogy nem is lecserélem, hanem inkább kidobom az egészet a kukába, mert nyilván használhatatlan, borzasztó, életveszélyes, meg fogok halni. Ezek lettek volna azok a csodálatos kommentek, amiket én kaptam az új gépem című videóm alá. Pár ember nem igazán tudja azt, hogy miről beszélnek, vagy csak nem látnak be a dolgok mögé. Félreértés ne essék, ez a videó csak egy április 1-i tréfa. A gép teljes mértékben jól működik, semmi probléma nincsen vele, a processzorról majd a közeljövőben készülni fog egy részletesebb tesztvideó. Az egyetlen olyan komment, amire azt mondom, hogy igaza van, hogy miért nagyon jó ez a gép. A Roblox végre jobban megy rajta. Ez az! Mentem Robloxozni. Sziasztok!